Egy nap múlva döntenek a magyar választópolgárok, hogy milyen országban szeretnének élni. Az MSZP Párbeszéd Szövetség és személyesen én mindent megtettem azért, hogy világos víziót, világos programot, világos alternatívát kínáljunk a magyar választópolgároknak. Az MSZP Párbeszéd Szövetség az egyedüli szövetség, amely rendelkezik nem csak kormányprogrammal, hanem kormány népsorral is, hiszen néhány héttel ezelőtt bemutattam árnyék kormányom tagjait, azokat a kiváló embereket, akik bár nem pártpolitikusok, de az adott szakterület elismert tekintélyei, akik velem együtt vállalják azt, hogy Magyarországot kivezetik abból a válságból, amely az elmúlt 8 évben kialakult az élet szinte minden területén. Ma egy nappal a választás előtt újra összeültünk, és átbeszéltük azokat a lépéseket, amelyek ezek közül, ha nem is a legfontosabbak, de a legsürgősebbek. Átbeszéltük azt a 100 napos programot, amelyet a választás után, amennyiben a választópolgárok bizalmát ehhez megkapjuk, meg is fogunk valósítani. 100 napos programból volt már több a magyar kormányzás során. Mi nem türelmet, hanem sok munkát ígérünk a magyar választópolgároknak. Nem türelmet kérünk tőlük, hanem bizalmat ahhoz, hogy ezt a 100 napos programot végre is tudjuk hajtani. Sok konkrét intézkedés van, ezek közül néhányat összefoglalnék, de szeretnék valamit előjáróban elmondani, egyfajta nulladik pontot. Azt az elvet, hogy Magyarországon a sikeres kormányzás alapelve az, hogy minden területet, amit meg akarunk változtatni, az adott területen érintett szakmai szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel, szakértőkkel, a lakossággal közösen kell megtennünk. A semmit rólunk nélkülünk elvét szeretnénk alkalmazni az élet minden területén, legyen szó az oktatásról, a munkavilágáról, az egészségügyről, vagy például arról a területről, hogy hogyan tudjuk kárpótolni az Orbán rendszer kárvállottjait, a devizahiteleseket, a Questor-károsultakat, és mindenki mást, aki az elmúlt 8 év vesztese volt. Ez tehát a 100 napos program nulladik pontja, hogy helyreállítjuk és kialakítjuk a társadalmi párbeszéd intézményrendszerét, és így közösen fogjuk megalkotni azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarországot egy igazságosabb országát tesszük. És akkor felsorolnék most néhány konkrét intézkedést, néhány intézkedés csomagot, amit az első 100 napon fog megvalósítani az általam vezetett kormány. Korábban beszéltem már arról, de nagyon fontosnak érzem az első pontként egy gyermekvédelmi program elindítását, amelynek konkrét intézkedései a családi pótlék megemelése, a gyermekvédelmi hálózat újraállítása és a nyári szünetben megvalósuló közétkeztetés feltételének a biztosítása. Nem lehet olyan gyerek, aki Magyarországon éhezik. A második csomag a korrupció felszámolása érdekében tett lépések, azonnali lépések sora. Magyarország azonnal csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez, létrehozzuk az antikorrupciós ügyészség intézményeit és a közérdekű adatok teljes nyilvánosságáról fogunk gondoskodni. Következő lépés, hogy azonnal fölmondjuk a Paks 2 szerződést, és társadalmi párbeszédet nyitunk arról, hogy Magyarország hosszú távon milyen energiapolitikát folytasson, de az nem kérdés, hogy ebben a paksi orosz hitelből megvalósult beruházás nem szerepelhet. Egészségügy területén, ahogy arról többször beszéltünk már, azonnal és sürgős lépésekre van szükség. Ezek közül hármat emelnék most ki. A sürgősségi ellátás talpraállítása plusz források biztosításával. A várólisták rövidítése szintén még ebben az évben a szükséges költségvetési átcsoportosítások meglépése után, illetve döntés az 50%-os béremelésről az egészségügyben dolgozó szakápolóknak és szakmai személyzetnek. Az oktatás területén is három azonnali lépésre van szükség, amelyet az első 100 napban meg lehet tennünk. Egyrészt már a szeptemberre készülő pedagógusoknak mondjuk, hogy visszaállítjuk a tanszabadságot, minden pedagógus abból az akkreditált tankönyvből taníthat, amelyet a legjobbnak gondol. Növelni fogjuk még a szeptemberi egyetemkezdés előtt az állami férőhelyek számát a felsőoktatásban, és eltöröljük a diákhitel 2 adósságokat, gyakorlatilag a tandíjból származó adósságokat. A következő csomag egy jóléti csomag, döntünk a minimálbér adómentességéről, döntünk a minimál nyugdíj megduplázásáról, és döntünk a 13. havi nyugdíj bevezetéséről, amelyet a következő évben megkaphatnak a nyugdíjasok, megkaphatnak a munkavállalók. Azonnal felfüggesztjük az Európai Uniós pályázatok kifizetését, hiszen pontosan tudjuk, hogy a magyar kormány nem jó helyre tette ezeket a forrásokat.
Döntünk tehát ezeknek a felfüggesztéséről, amik ki nem fizetett források felülvizsgálatáról, és egy új pályázati rendszer kialakításáról, amelynek az a filozófiája, hogy a lehető legközelebb vigyük az emberekhez ezeket a pénzeket. És morális adósságunk van Magyarországon a családon belül erőszak felszámolásával kapcsolatosan. Magyarország következő kormánya azonnal csatlakozni fog az isztambuli egyezményhez, és meglépi az ehhez szükséges intézkedéseket. Ez csak néhány lépés abból a 100 napos programból, amelyet szeretném megvalósítani. Ez csak néhány lépés annak a kormányzásnak az első néhány lépése, amely Magyarországot visszaviszi Európába, és amely egy igazságosabb, demokratikusabb, mindannyiunk számára élhető és minden állampolgárt egyenlő rangú polgárként tisztelő új köztársaság felépítéséhez. Nagyon szépen köszönöm azoknak a szakértőknek, a szakértői testületemnek, tanácsadó testületemnek, a tagjainak azt a munkát, amit ennek a kiváló programnak a létrehozása érdekében tettek, és nagyon szépen köszönöm az árnyék kormányom tagjainak azt, hogy vállalták, hogy április 9-től új munkájuk lesz, és azon fognak dolgozni, hogy a magyar egészségügyet, a magyar oktatást, a szociális ellátást, az önkormányzatok világát, a környezetvédelem ügyét, a pénzügyeket vagy a munkaügyeket rendbe tegyük, és a magyar választópolgárokat szolgáló kormányzást elindítsunk újra Magyarországon.